Tumi dazlak arancsillag. Szevasz Kalmanka, mit keresel errefelé, mondjadom? Festményeket néztem, mondom, veszek valami, de egyik se tetszett. Igen, hol járta a bizományiba? Nem, Nemzeti Galériában, meg benéztem a szép művészetibe is. Hát ott én is jártam, de most nem volt semmi érdekes. Ja, valami Mobiliani vagy kicsoda. Modigliani az testvér. Nekem nem jön be, el van nagyolva ott minden nála. Én El Grécót akartam venni, aztán a Nemzetibe megtetszett egy Székely Bertalan. Én valami különlegesre vágyom, az a igaz. Elég baj, hogy elvitték a Picasso-t Budáról, ott voltak a jó cuccok. Ja, az a nő a fotóiben, ahogy olvas és elkanyarodik a arca, az valami... Hát igen, Picasso jól festene a nappalimban. Én ismerek egy művészt, aki balesetbiztosításokról fest képeket, kérlek. Hogy hívják? Picasso-nak. Hagyok neki időt, jó? A fiatalabbaknak, hogy úgy megértsék, hogy mi van. És képzeld, nekem egy eredeti Leonardo másolatom van a konyhába, csaptele fölött van. Mindjárt. Jó, nekem van gogom is. De figyeld már azt a csákót ottan a telefonnal ma. Azt a mobilos? Hát milyen mobil az ottan? Mindjárt megtudjuk, biztos ide adja. Szevasz testvér! Álljál már ide, barátom. Figyelj, világbajnok női parfüm van, nem érdekel? Jó, hogy nem tangabutyit akar rám sózni. Az is van, érdekel téged? Figyelj, van spongyabobos, meg USB-s is, érdekel? USB-s tangabutyit. Igen. Tölthető. Internetről letöltöd a nőt, azt akkor belerakod a bugyiba. Na, jó, figyeljetek, én nekem most mennem kell, bocs. Azt mondjad el, most már kicsit menjél ide befele, várj. Ez milyen telefon, ez mondjad már? Samsung. Ez a Galaxisos? Az. Akkor az gyári hibás. Hát nekem semmi bajom vele. De mert ez gyári hibás, mert először is. Nincsen benne Galaxis. Aztán másodszor. Folyton felgyullad. Mondjuk lefagy és az eloltja, de az nem baj. Csak az a baj, nem indul el rajta a bubligumi játék is. Bubligumi, jó. Na figyelj, ide főnök. Na ilyen rágógumi játék. Figyelj, főnök. Ide adod, és holnap hozunk neked ide egy rendes jó telefon, igen. Csak legyél itt. Jó, de én meg... Mert mi nem leszünk, de te legyél itt. Értem, de én nem akarom odaadni. Hát ez nekem tökéletesen megfelel. Add már el, ne kelljen már elvennem. Figyelj! Nagyon jó Agfa telefont hozunk. Igen. Lejátsza a kazettát is. Ferrokrómos kazettát lejátsza. Agfa telefon. Meg a tűzkazettát is lejátsza. Tűzkazettát a telefon. Aha. Meg USB-s tangabugyi, mi? Na, mondjad, melyik érdekel, akkor intézzük neki. Figyelj, egyet fizet, kettőt kap akció. Mert egyet kifizetsz, kettő olyat kapsz, hogy hazáig. És most figyelj ide. Ide adod a telefon. Meglepted vele, látom. Kereste a sugógépen a szöveget, nem találtam. De én tele vagyok meglepetésekkel. Figyelj ide! Ide adod a telefont, igen. És kapsz egy bugyit, meg egy agfatellót. Hülyének is megéri, pláne neked. A gyerekek, ez egy értékes telefon. Figyelj! Olyat mondok, Gucci táska festményekkel. Van benne Raffaello is. Kókuszos, mert rajtad látom, szereted. Nagy a család, megtalálunk. Minden megyeszékhelyen vannak rokonaim. Na, hogy visszatérjünk a jelenetbe. Munkácsi freskó, nem érdekel esetleg? Most kapartam le a plafonról. Itt van a zsebemben. Hagyjál már, nem kell. Ó, most ragaszthatom vissza, rohadjál meg. Mekkora munka lesz? Ja, közmunkácsi. Az. Figyelj, ezt a vacak telefont ideadod, és igen? Megkapod érte ezt a szép eredeti Chagallt. Chagall, de ez egy képes lap. Na, de ő festette. Képes lapot, Chagall. Most kell vagy nem kell? Hát, figyelj, van olyanom például, hogy kék Chagalló herceg vár. Na, a Bartók vezényel rajta, flopin adom, érdekel? Figyelj, litván szúnyogháló érdekel?
Nem. Van osztrák hajlak is. Ha, gyereke, mit kezdjek én hajlakkal? Most itt vitatkozik velem hajlak meg, hát komolyan mondom. Figyelj, most ne nagyon érvei. Honti Hanna Bakeliten. Nem érdekel? Sőt, tudod mi van? Díszdobozos bitcoin. Zöld. Nem érdekel? Figyelj. Utolsó előtti ajánlat. Profi fotó Mátyás királyról, érdekel? Fotó? Igen. Akkoriban nem is volt fotó. Mindig érvelsz, azért van ilyen szar telefonod. Figyelj rám egy kicsikét, kimért parfüm van, nagyon udvarias. Igen, te... Hát nem az a hebrencs, hogy... Nem az, hogy így... fölfújott, hanem azt mondja, hogy szabad illatozni, és akkor tessék parancsolni. Nem, abszolút nem érdekel. Nem. Ez így hosszú lesz. Na, nem szóval, karórád eladó? Nincs is karórám. Akkor vegyél egyet, itt van nálam, várjál. Van doksza meg cikizem. Na, melyik? Vegyed meg tőlem, mert az egyik óra az nagyon híres, még dal is született igen. Róla. Igen, melyik? A no doksza, tudod, te vagy itt a király. Na. Figyelj már, te nagyon ismerős vagy nekem, nem te vagy a édes életből a Emilio testvér? Ő az, csak most szégy, nem kell szégyeni. Figyelj ide, horvát receptfüzet, fogyókúrás, érdekel? Te nekem semmi bajom a súlyommal. Hát neked nincs, de a mérlegnek annál inkább. Na most figyelj ide. Update 1-es, bolgár sushi. Na, érdekel? Update 1-es bolgár sushi, az milyen? Baromi rossz. De figyelj ide! Plovdivból hozzuk hévvel. Aha. Jaj. Onnan jár ide a hév, mi? Igen. Mi a Plovdivot elhitte? Na, jó. Főnök, komoly kérdés jön, jó? Figyelj ide! Japán zsírkréta érdekel. Csipes. Ruhaszárító csipes? Ne, rohadjál meg, ne kötözködjél! Mikrocsipes, na! De minek bele mikrocsip? Hát, hogy drágább legyen, a minek. Figyelj, utolsó előtti ajánlat. Fehér orosz morzsaporszívó, érdekel? Kösz, semmi. Ami fehér orosz, abszolút nem érdekel. Hát festem, barna orosz. Nem. Portugál mélyhűtő. Mondom, hogy nem, mennem jaj, kell. Jaj, mélyhűtő sem nem. Érdekel? Rád szabadítom a fagyasztóvédelmi felügyeletet. Komolyan mondom, figyelj ide. Jeges legutolsó ajánlat következik. Olyan, hogy szlovén porckorong gyógyszer nem lejárt. Érdekel? Uh-huh. Biztos hamisítvány, nem? Hogyne, nem kamu lopott, ha ne csináljál. Figyelj, migráns érdekel. Migráns. Migráns, igen, most esett le a kamionról. Na jó, bocs fiúk, nekem tényleg mennünk. Na várj, maradja. Olcsó lakat, zárjegyes, érdekel? Na igen, az érdekel, mennyibe kerül? Azt nem tudom, mert olyat nem tartok, csak kérdeztem, hogy érdekel a... Na jó, figyeljetek, végül is lenne, ami érdekel, az igen? A baj, hogy egy kicsit rendetlenkedik itt a szívem, csak a TB nem támogatja a műszert, úgyhogy ha lenne valamilyen jó kis... Pacemaker fű alatt. Hm? Na, végül is az van, csak nem eladó. Miért? Mert úgy a szívemhez nő. Figyelj! Én tudok egyet, keresd meg a Apostol együttest, most hirdették valahol, hogy eladó, kiadó most a szívem, hát ha van nekik is. Na jó vagy, gyerekek! Elég régóta tiprottok itt velem, én megsajnáltalak benneteket emberileg. Mégis odaadom nektek a telefont, ha már annyira akarjátok. Na végre, okay? Mennyit kérsz érte? Hát... Az sok, már most mondom. Figyelj, 180 évettem 2 hónapja. Hát jobb lenne, ha 2 év 180 hónapja, de mindegy akkor. Jó. Baráti áron. Jó, tudjuk a nevedet már régóta. Most azt mondtad, hogy mennyiért adod. Figyelj ide, szóval 150? Áronkám, figyelj ide. Az ellenségi árat mond inkább, hogy hát az jobb, mint a baráti árad. Na, akkor 150? Hát figyelj ide. Akkor 80 fölött? Hát figyelj, na? 80 fölött igen, de az meg a 90. Az jó, igen. Na, jó, figyelj. Akkor rendben van, várjál, csak figyelj. Nektek 140. Figyelj ide, doboza megvan? Persze, csak sajnos otthon. Szaladj hazaért, addig megvárunk. Hagyd itt a telefont, hogy kipróbáljuk. Jó, hülye azért nem vagyok. Ez ilyen média marketes vásárló. Na jó, figyelj, Adidaku 130, jó? Ott Balátomnak na, adja. 130-é megvettük, jó? Jó, legyen jó. 130, de csak jó, nektek, akkor jó? Várjál, jó, fizessét kifelé. Azt mondja, hogy 20, 40,
80, 100... 60-at kihagytad. Mi 40 ezres nem fogadsz-e, testvérem? Mióta van olyan? Fél órája vezették be, írta a mértékadó minden egyben blog is. Na. Na jó van, tessék, itt a telefon. Jó van, arra jó van. Tedd el akkor, köszi, testvér, köszönjük szépen. Jó, jaj, de rendes van. Van egy telefonunk. Áldjon meg téged a teremtő egy 50 évezredre előre jó menőleg. Jó, jó, jó van, testvérem, jó van. Na, köszönjük van. Szépen, köszönjük. Nagyon rendes vagy. Maradjál jó meg az ilyen jó. Jó, köszönjük. Sziasztok. Nagyon rendes gyerek vagy. Nagyon köszönjük. Csókolom a sziasztok. Jó jártunk. Halló, karcsikám! Te, van még abból a névjegykártyatartóból? Most adtam el egyet 130-ért. Ida Péter!